A terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázat ad alkalmat arra, hogy régóta tervezett fejlesztéseket valósítsanak meg Gyulán. Támogatási kérelmet, pályázatot nyújt be a város a Vértanúk úti kerékpárút fejlesztésére, melynek felújítása már régóta esedékes. Veres András képviselő úr javaslatára a pályázat, amit beadunk a képviselőtestület döntése alapján, tartalmazni fogja a Vértanok útján mindkét oldalon nagyon rossz állapotú bicikliút, elbontását és újraépítését. Veres András a körzet képviselője kiemelte, a Vértanok úti kerékpárút az egyik legforgalmasabb része Gyulának. Azért azt is tudnunk kell, hogy a belváros szívében van a kerékpárút vége. És hát azért azt is meg kell valljuk, hogy nagyon elhanyagolt, nagyon rossz állapotú, évek óta keresjük a lehetőséget, és most minden is sikerült, és nagyon örülök neki, és remélem, hogy jövő évben ez be is fejeződik a beruházás. A TOP Plusz pályázat segítségével egy másik, forgalmas kerékpárút is megújulhat. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, a nagyforgalmú utak mellett fontos, hogy legyenek kerékpárutak. Nem csak az újak, hanem a meglévő, rossz állapotúak felújítása is lényeges kérdés. A Temesvári úti kerékpárút rossz állapota már évtizedek óta probléma a városban, hiszen Gyulavári, Paradicsom, Újvári, Galbácskert, Krinolinkert lakosai használják nap mint nap. Görgényi Ernő kiemelte, az elmúlt 5 évben több új kerékpárutat építettek, többek között a Szanazugba vezető bicikliutat is teljesen újjáépítették, valamint a Nagyváradi úton zöldmezős beruházásban építettek újat. A Szent István-Temesvári úti kerékpárúton is már korábban a legrosszabb szakaszokat, az elejét és a végét már megújították. A Paradicsomi ABC-től a Fehérkörös hídjáig, illetve a Laktanya utcától a Mágócsi utcáig. Most pedig megjelent egy olyan pályázati kiírás, amely lehetőséget ad arra, hogy felújítsuk a teljes hátralévő szakaszt, azaz a Laktanya utcától egészen a Paradicsomi ABC-ig a teljes Temesvári úti kerékpárutat újjáépítsük. Nagyon örülök neki, hiszen ezzel megteremtjük a korszerű és biztonságos közlekedés lehetőségeit a teljes vonalon több évtized után. Kis Tamásné kiemelte, amióta képviselő, azóta elsődleges cél számára a körzetében a kerékpárutak felújítása. 89-90-es években romlott el, azóta folyamatosan igyekeztünk átjúzni a baleset veszélyek elhárítása miatt, de már most azt mondták a legutóbbi felvetésemkor, hogy nagyon kátyúzni ezt nem lehet, mert már nem bírja. Én nem értek hozzá műszakilag, de azt az információt kaptam, hogy éppen így rá tudunk kenni valamit, és kész. A Fenntartható Városfejlesztés című pályázat segítségével a Temesvári út melletti kerékpárút 2228 méter hosszúságban újulhat meg.